Sziasztok, én Horváth András vagyok, és akik régóta követnek, régóta nézik a videóimat, azok tudják, hogy hát nem igazán vagyok oda az elektromos SUV-okért, meg semmilyen SUV-ért nem igazán vagyok oda, mert hogy nagy dög, meg úgy gondolom, hogy ez rohadtul nem jó az emberiségnek, hogy ilyen hatalmas batárokkal mászkálunk az utakon, de most egy olyan autót mutatott be a Mercedes, amire még én is rákívántam, mert hogy tudom, hogy mennyire rohadt jó lesz élni majd ezt az autót, amikor vezethetjük. De egyelőre csak a statikus bemutatója volt meg az EQS SUV-nak. Hát ez a név, ez igazából nem túl fantáziadús. Eddig volt az EQS Nagy Bálna, ami ugye a legnézettebb videóm az elmúlt egy évből, csak a Ferrari SF90 előzte meg, valami 260 ezer megtekintésnél tart a Merci EQS. Most ebből az autóból, ebből az elektromos platformból csinált a Mercedes egy SUV-t. Hát kiindulva az EQS-ből ez is baromi rohadt jó lesz, rengetegen rá fogtok kívánni. És akkor csapjunk bele lecsóba. Én csináltam egy ilyen kis mini felmérést az Instagram oldalamon, kiraktam sztoriba a Merci EQS SUV-ot, és megkérdeztem a népeket, hogy tetszik-e. És az a helyzet, hogy szinte kivétel nélkül csak olyan válaszok érkeztek, hogy brutálisan jól néz ki, tetszik, kéne, élném, laknék benne. Miközben a sima EQS-nél, amit télen teszteltem, ott nagyon megosztó volt a forma. Még én is azt mondtam, hogy hát élőben jobban néz ki, de hogy kéne a kétszínű fényezés, vagy fekete hűtőrács és valami más szín a kasztinak, mert különben eléggé olyan, nem is az, hogy szapott gombóc forma, hanem ilyen Leo jégkrém forma. Tudjátok, ismertek a Leo jégkrémet, és az EQS az nagyon sokakat erre emlékeztetett, mindenféleképpen megosztó forma, sokan írták meg, mondták a kommentekben, hogy hát annyira nem néz ki jól, a Mercedes nem tud már szép autó csinálni. És akkor itt van ez a SUV, ami tulajdonképpen tényleg ugyanaz az autó, csak megmagasítva, megemelve, nagyobb belsővel, nagyobb szélvédőkkel, nagyobb oldalablakokkal, tehát egy SUV, és egyszerűen nem tudok belekötni, meg tényleg az Instagramon is mindenki azt írta, hogy rohadt jól néz ki. Valószínűleg azért, mert nem annyira szopott gombóc az eleje, hanem egy kicsikét egyenesebb, lecsapták, és ezáltal olyan igazi Mercedes formája van, miközben baromi letisztult az egész. Elmondták a bemutatón, hogy nagyon-nagyon odafigyeltek a légelásra, és ez az egyik legkisebb légelású SUV, még az oldalsó fellépők is segítik a légelást, és látszik is az autón, hogy azért nincsenek nagy kitüremkedések rajta, hanem egy tulajdonképpen egy krumpli forma, de egy szépen kerek krumpli forma, de emellett nagyon szép, nagyon jó arányokkal. Nagyon bejön az egész, nyilván a megszokott EQS-jegyek megtalálhatók, az első lámpák, a kis csillag alakú kis mintázatok a hűtőrácsnak a helyén, vagy például a hátsó fényhíd a féklámpák között, de összességében az egész baromi jól néz ki, azt kell mondjam. Ez az autó 7 személyesnek is készült, tehát 5, illetve 7 személyes is kérhető majd belőle, 645, illetve 2100 literes csomagtér pakolható, a 7 személyesbe pedig 565 literes a csomagtartó, tehát egy 7 személyes autó, aminek azért van csomagtere, tehát lehet bele pakolni, nem úgy, mint például az EQB-nél, ahol, hogyha kértük a két hátsó plusz ülést, akkor igazából a csomagtartó az eltűnt. És ha nézzük a teljesítményed azokat, mert hát nyilván, hogyha Mercedes meg elektromos autó, akkor van teljesítmény is. 343, illetve 536 lóerős változatban is elérhetőek lesznek, és 568, illetve 858 Nm-es nyomaték áll majd a rendelkezésünkre. Természetesen formatik, négykerékhajtás, emelhető, R-matik, rugózás, minden matiknak hívnak a Mercedesnél. Szóval lehet pár centit majd emelni, és ezt az autót a Mercedes, képzeljétek el, hogy a sajtóvideókon, amiket ilyenkor le lehet tölteni a bérolók, kivitték terepre. Látunk egy szabadidő autót, egy sport utility vehicle-t, ahogy terepen haladnak vele. Hihetetlen. Végre ezt is megértük, hogy tényleg kivisznek egy SUV-ot, ami arra készült, hogy mondjuk elmehessünk vele a víkendházunkba, vagy mondjuk, hogyha elmegyünk a Death Valley-be, és ki akarunk állni egy sziklára, ahol meg kell tenni egy kilométert ilyen sziklás úton, hogy megnézzük az F-16-osokat, ahogy repülnek a kanyonba, na oda ezzel az autóval el tudunk menni, és nem csak egy ilyen 10 centi magasságú SUV, vagy 14 centi, mert hogy vannak ilyenek is, amiket SUV-nak hívnak, de alapvetően teljesen alkalmatlan terepezésre, mert egyszerűen alacsony a padló magassága. Ennél ezt megoldották, lehet emelgetni, ki lehet menni vele terepre, le lehet süllyeszteni, van négy kerék kormányzás, alapból 4,5 fokot tud kormányozni a hátsó kerék, mint ahogy a kistesónál az EQS-nél is, kistesó bálna EQS, ennél is lehet hátsó kerék kormányzás kérni, illetve később over the air megvásárolhatjuk a 10 fokos elfordulást.
Tehát a Mercedes is megcsinálta azt, amit már egyre több gyártó pedzeget, hogy később is megvásároltunk extrákat az autóhoz, tehát tulajdonképpen beleépítik a hardvert, és nem kapod meg, hanem fizessél később. Tehát, hogy igazából egy újabb pénzlehúzási módszer a gyártóknak, de egyébként a Tesla is csinálja ezt, hogy utólag meg lehetett venni ülésfűtés például az autókba, vagy plusz lóerőket vehetünk, a Volkswagen is gondolkozik benne. Nem tartom ezt annyira jónak, mindegy, szóval ne is menjünk bele. Egyébként a nagyon sok gyártó például a külön matrix ledeket beépíti az autóba, és akkor utólag OTA-val meg lehet venni. Ebben is van Digital Light Extra 1,3 millió mikrotükörrel, összesen együtt a kettő 2,6 millió pixel, tehát 2,6 megapixeles első lámpákat vehetünk az EQS SUV-ba. Megapixelekről beszélünk első fényszoróknál. Nem akarom tudni a felárát, valószínűleg a félkártemet meg lehetne csinálni a Digital Light extra lámpáknak az extra árából. Viszont amiben biztosan nem lehet belekötni, azt kérem szépen a belső tér, és hát nagyon nagy meglepetések nincsenek, nézzétek meg az EQS-ről készült videómat, az a belső tér majdnem, hogy 100%-ig tökéletes. Nyilván lehet ott is találni egy picike zongoralakót, meg bele lehet kötni, hogy fú, az a kezelőszerv miért ott van, de maga az egész beltér, az egyszerűen sugározza a luxust, nyilván ez az autó is pontosan ugyanazt a luxus belteret tudja, mint ahogy az EQS kis bálna tesója, csak itt minden tágasabb, szellősebb, és talán az EQS-nek ez volt az egyik problémája beltérrel, hogy oké, hogy nagyon kényelmes volt, nagyon luxus anyagok vettek körbe, nem is prémium, tényleg luxus, viszont mivel alacsonyan ülünk, viszonylag a műszerfal kicsit magasan van, és hogy lőrészszerű ablakokon nézünk ki tulajdonképpen, hátul is volt a kényelemmel kapcsolatban probléma, hogy nem tudja azt, mint például az S-osztályú Mercedesek, valószínűleg egyébként direkt nem, vagy egyszerűen csak azért, mert kicsit magasabb a padló, meg kupéforma, meg régenállás. Na most ebben az autóban ez valószínűleg még nem ültem benne nyilván, de így ránézésre nem lesz probléma, hiszen egyszerűen annak köszönhetően, hogy minden nagyobb belül, magasabb a beltér is, hosszabb is a beltér, a hátsó ülések alapból motorosak, tehát hátul dönthetjük az üléseket, és akár a gyerekek nézhetik a kérhető plusz kijelzőket, és akkor mondjuk zombulhatnak tovább a kerekmeséken, ahelyett, hogy néznék az első notát. Szóval az egész utastér ugyanaz a luxus, de pont sokkal tágasabb, mint mondjuk a sima EQS, és természetesen mindent is kérhetünk bele. Az MBUX Hyperscreen, ami nekem nagyon nagy barátom volt, a rajta futó, igen, tudom, hogy sokan írtátok a EQS videó alatt, hogy ilyen Windows Media Player-es design, de nekem tökre bejön. Ezek a kis vízi liliomok meg, hogy ilyen szép grafika, és OTA-val frissíthető, és elolvastam a speckókat az MBUX Hyperscreenhez, ami ugye 141 cm széles, 8 magos processzor dolgozik a szoftver alatt, és 24 GB memória, tehát a Teslahoz hasonlóan a Mercedes is rájött, hogy kell a hardware, és kell, hogy gyors legyen, és így pörögjön, és természetesen over the air szoftver update-ekkel lehet majd frissíteni az oprendszert. Ugye volt az 1000 km-es hatótávú koncepció Mercedesnél, ott láttunk grafikát, én azt szeretném látni, tehát azt a nagyon nagyon kidolgozott, nem minimál design, de egy nagyon letisztult grafikát, úgyhogy reméljük, hogy majd ebbe is megérkezik mondjuk egy-két éven belül, és akkor még kellemesebb felhasználói élményünk lesz. És akkor nézzük az akkumulátort, amiben nincsen nagy meglepetés, hiszen ugyanarra a platformra épül, ergo ugyanazt az akkumulátort kapta meg, mint az EQS bálna. 107 kWh nettó kapacitással lehet majd gazdálkodni, ez VLTP ügyileg 660 km akár megtehető hatótávot jelent. Csináltunk Attilával tesztet téli körülmények között autópályás tempóval 430 km tudott megtenni az 580-as EQS, ami elég szép teljesítmény, lenyomta a Raven Teslát is, úgyhogy most bocs, hogyha lelőttem valaki a poént és nem látta azt a videót, nézzétek meg. Úgyhogy ez az autó is, hogyha 660 km a VLTP, akkor olyan 350-400 km-es etapokkal lehet számolni, de nem 140-es tempóval, hanem mondjuk fix 130-al, 120-130-as, egy átlag tempóval, egy jó utazó tempóval 400 km-t szerintem meg fog tudni az autó, nyilván le fogom majd tesztelni, alig várom, hogy nálam lehessen, szerintem ősz környék előtt nem nagyon várható ebből az autóból teszt, és a töltés maradt még hátra, ami ugyanaz tudja, mint az EQS, 11, illetve opcionális 22 kW-os AC töltés is kérhető bele, ugye a 11 kW-tal könnyű kiszámolni, 11 óra alatt lehet feltölteni nagyjából ezt az autót, a 22-essel meg fel ennyi alatt, tehát 5-6 óra alatt feltölthetjük, ha valakinek otthon ez szükséges, és a DC töltése pedig 200 kW max, amivel 30-35
35 perc alatt 10-80%-ra feltöltetjük, majd ez ugyanaz a teljesítmény, mint amit mondjuk az EQS is tud, tehát igazából teljesen átlagos. A Merci ebben kicsit le van maradva, illetve például a BMW-t is említhetném, az Audihoz képest, vagy a koreaiakhoz képest, hogy nincsen 800 voltos technológiájú aksi, és nincsen 250 kW-os töltési teljesítmény, tehát a töltési sebesség ez egy picikét a hipercsúcs alatt van, de tulajdonképpen teljesen átlagosnak mondható. Nyilván tudom, a 35 perc még mindig sok, és legyen 1000 km hatótávú elektromos autó, 5 perc alatt feltölthető nem lesz, tehát hogy a közeljövőben biztosan nem lesz, ezt elmondhatom nektek. Hát az árazás meg jó kérdés, nagyon nem lövök mellé, hogyha azt mondom, hogy 40 millió forinttól fog indulni, és határa csillagos ég, lesz belőle AMG Line. Miért is ne legyen AMG, ami akár csak a BMW-nél is, vagy a Porsche-nél, ez a turbo felület, a BMW-nél, az MS felület, a Mercedes, az AMG, tehát engem kicsit a hideg ráz, hogy miért kell, tudom, hogy marketingügyileg miért használják ezeket a feliratokat, jelzéseket, jelvényeket az autóikon a német gyártók, de például most képzeljétek el, hogy írt nagyon kedves hölgy a Mercedes-től, hogy kedves András, elviheted majd tesztelni júniusban a Mercedes AMG-t, EQS-t, AMG-t, és így visszautasítottam, mondtam, hogy figyelj, köszi, de nem, mert őszintén szólva nem látom értelmét. Tehát, hogy csinálunk egy 650 lóerős autót, ami megy, mint az állat, 3,460 2,6 tonnás bálna, szuper meg minden, de hogyha nyomjuk neki, akkor 150-200 km-es hatótávunk lesz, tehát hatótávtesztet nem érdemes csinálni, vagy lassan kell vele menjek, akkor meg minek az AMG badge, az meg, hogy a Pesten, a Váci úton gyorsulgassak egy ilyen 2,6 tonnás bálnával, mondtam, hogy nincs értelme. Tehát én igazából a BMW-ből és az MS-nek nem látom értelmét. Nézzétek meg a videót, ott is elmondtam, túl erős, kezelhetetlen, ha nyomjuk neki, akkor nem lesz hatótávunk. Én mindenből, az EQS-ből is, ebből is egyébként biztos, hogy az alapot venném. Mire nem elég 250-300 lóerő, de tényleg? Tehát mire nem elég, minek kell 500-600 lóerő? Tök felesleges. Egy sportkocsiba igen, tehát mondjuk a Taycanban ott legyen meg a 600-800-1000 lóerő, nekem mindegy, mert az egy sportautó, alacsony, be fog kanyarodni, de egy SUV-ba minek 600 lóerő, könyörgöm, minek? Szóval 40 millió forinttól fog indulni, alig várom, hogy tesztelhessem. Nyilván nem népautó lesz, viszont egy olyan luxus elektromos SUV, ami szerintem majdnem minden szempontból tökéletes lett. Aztán majd meglátjuk a valós hatótáv teszteket, hogy majd mit fog tudni, mert azért látjuk, hogy tolja ez is a levegőt, de azért a 660 km-es VLTP az sokat sejtető. És akkor még a végére annyit, hogy nagyon köszönöm, hogy a múlt hét szombati oktató videómat, nem szabad azt mondani, hogy edukációs videó, ezért is beszólnak, hogy nem mondjam azt, hogy edukálni. Szóval a múlt hét szombati edukációs videómat ilyen sokan megosztottátok, meg rengeteg komment jött, több mint 1000 komment jött arra a videóra, és nem hittem volna, hogy egy ilyen oktatásos, ilyen fejtágítós problémákról szóló videót ilyen sokan meg fogtok nézni, úgyhogy lesz hidrogénről szóló videó is, mert elkezdtem gondolkozni rajta, hogy hol kéne fölvenni, mert olyan nagyon sok hidrogéntöltőkút nincsen, kéne valami hidrogénes autó, de az sincsen nagyon Magyarországon. Ha valakinek van hidrogénes autó, az dobjon már egy üzenetet nekem Messengeren, vagy Instagramon, vagy e-mailben, handraskukac.meg.com egyébként az e-mail címem, oda nyugodtan lehet küldeni bármit, nem biztos, hogy tudok válaszolni, de ott nyugodtan zaklathatok. Nos, nagyon köszönöm, hogyha megnéztetek ezt az epizódot, és dobtok egy lájkot, ez volt a Mercedes EQS statikus bemutató, már nincsenek ilyen autósok, meg ilyesmi, csak így itthonról. Nagyon köszönöm a támogatást a Patreon YouTube támogatóknak, Tiszta Energiáknak, Rekhozértenek, Szuperszokónak, Smartdiscon-nak, a Marmi fürdőszobáknak és a Skyfall autófóliázásnak, és a következő epizódig, ami jövő héten még hát a BMW i7-es BMW-ről kéne csinálni videót, csak még keresem a szavakat, meg még kicsit szoknom kell azt az autót, de lehet, hogy arról lesz videó, illetve történik majd egy villanyszerelés a padláson, illetve lesz nálam BMW i4 alapverzió, ami az én nagyon nagy barátom, és azzal kihívtam Attilát egy kis hatótáv tesztre, egy tesztre Model 3 ellen, úgyhogy az lesz majd elvileg hétvégén. Sziasztok!